Özvegy Keserű András népbába oklevele, amelyet 1920-ban szerzett meg, és a szekszárdi Magyar Királyi Bába képző intézetben állítottak ki, június hónap műtárgya. Ugye a bábaságról tudjuk, hogy ez egy évszázadokig egy tapasztalati alapon működő női foglalkozás volt. Tulajdonképpen a 18. század közepéig tanulatlan, de rendkívül nagy tapasztalattal rendelkező bábák működnek országszerte. Mária Terézia kezdi el szabályozni rendeleteivel a bábák tevékenységét, és így indul útjára a bábamesterség fejlődése a 18. század második felében, és akkor jönnek létre olyan egészségügyi reformok, aminek a részét képezi ugye a bába reform is. Tehát Mária Terézia és Másik József rendelkezései révén válik fokozatosan egy államilag oktatott, fizetett és ellenőrzött foglalkozással a bábaság. Megindul a bábák szervezett oktatásba való bekapcsolása, megkezdődik a bábák szervezett képzése a 18. század második felében, végében. Aztán egy évszázaddal később ez új lendületet a bába kérdés ügye, illetve a bába képzés kiterjesztése. A 19. század végén is országszerte kezdik megszervezni a bába képző intézeteket, és így jön létre Szekszárdon is a Szekszárdi Magyar Királyi Bába Képző Intézet. 1896-ban a Ferenc Közkórház kibővítésében nyílik erre lehetőség. Kezdetben 3 hónapos tanfolyamokat szerveznek, évente 2 turnusban, majd néhány év múlva, századfordulót követően, 1902-től már 5 hónapos képzés keretében lehet okleveles bába képesítést szerezni, és hát ez a képzési forma meg is marad még jó ideig. Tudjuk, hogy ugye ezen a képzésen, tehát ezen az 5 hónapos képzésen szerzi képesítő oklevelét Özvegy Keserű Andrásné, akinek ugye itt látható a bába oklevele. Ugye Özvegy Keserű Andrásné Horváth Julianna néven születik Dunaszentgyörgy településen 1892-ben. Majd férjhez megy a szintén dunaszentgyörgyi származású Keserű Andráshoz, 1912-ben kötnek házasságot, de tudjuk, hogy férjét igen korán, még az első világháború idején elvesztette, tehát alig 3 év házasságot követően ő özvegyé válik. Minden bizonnyal nem lehetett könnyű az ő élete az ezt követő háborús, illetve nehéz években. Feltehetően ezért is döntött úgy, hogy 1920-ban elvégzi a Szekszárdi Bába Képző Intézet, akkor még 5 hónapos tanfolyamát, ahol okleveles bába képesítést szerzett. Képesítő vizsgáit ez év júniusában, tehát 1920 júniusában tette le, és hát ahogy látjuk, ugye az oklevelét 1920 június 23-án állítják ki. Az aláírói között ugye dr. Tanárki Árpád neve olvasható, ugye igazgató főorvos, dr. Dragics Imre, a vármegyei tiszti főorvos, illetve Nesztor Emil a Vallás és Közoktatási Minisztérium képviseletében. Oklevele megszerzését követően minden bizonnyal visszatér szülőfalujába, Dunaszentgyörgyre, de igazából arról, hogy ezt követő években egész pontosan milyen minőségben látja el a bába tevékenységét, információval nem rendelkezünk. Az minden esetre bizonyos, hogy 1930-ban már hatóságilag alkalmazott községi bábaként dolgozik Dunaszentgyörgy és a környékbeli településeken. Az oklevélen kívül más dokumentumok is rendelkezésünkre állnak, egy bizonyítvány ismétlő bába tanfolyam elvégzéséről 1930-as évekből, ugye ezek ilyen rövidebb időtartamú ismétlő tanfolyamok voltak, illetve érdekes, hogy egy bábanapló, tehát egy 30-as, 40-es évekből származó bábanaplója is rendelkezésünkre áll. Ugye ebbe a szülészeti esetek feljegyzését tartalmazó kis könyvecske volt. Nem csak a szülők, a gyermek neve található meg benne, hanem a szülés körülményeire vonatkozó pontos információkat is tartalmaz. Igazából ugye az összes dokumentum közül talán ez a legérdekesebb, hogy az 1920-ban megszerzett bába oklevele. A bába képzésben 1921-ben következett be újabb jelentős változás, az eddig 5 hónapos képzés időtartama 10 hónaposra emelkedett. Az első bővített időtartamú tanfolyam záró vizsgáján 1922. júniusában 19 bába növendék tett sikeres vizsgát a Szekszárdi Tanintézetben. A bába képzés kibővített tananyagában ekkor már a védőnői, anya és csecsemővédelmi alapismeretek is bekerültek, hiszen az akkor kiépülő védőnői hálózat elsősorban még a nagyobb településeken, járási központokban építette ki intézményhálózatát. A bábaság az egy rendkívül komplex és sokrétű tevékenység, ugye nem korlátozódott kifejezetten csak a szülés körüli események lebonyolítására, hanem az azt megelőző, az azt követő időszakokat is felülelte, tehát a
a terhesség, illetve a gyermekágyas időszakra vonatkozó tanácsokkal, gyakorlati segítséggel is ellátták a szülőasszonyokat, illetve a családot. Bizonyos tekintetben gyógyítással is foglalkoztak, tehát tevékenységük igazából átfogta az emberi életet a születéstől a halálig tartó időszakot. És hát ugye mindenképpen egy bizalmi feladatkörről van szó, tehát ugye a későbbiekben is, ugye amikor a községi szülésznői státuszok megszűnnek, ugye az 50-es évektől már, nyilvánvalóan ugye a hagyományos bábák tevékenysége nem kopik ki ott egyik napról a másikra, hiszen a nők többsége továbbra is ragaszkodik az egykori, a korábbi bábája személyéhez. Éppen ezért, amit mondtam is, hogy ez egy bizalmi feladatkör volt, tehát hogy ők beleláttak az illető családi életébe, ismerték annak működését, szokásait. Éppen ezért ugye nagyon titoktartónak és tapintatosnak is kellett lenni. A Szekszárdi Tanintézet működésének köszönhetően a századfordulót követően folyamatosan emelkedett a megyebeli okleveles bábák száma. Az addig jobbára képzettség nélkül működő úgynevezett parasztbábák, illetve a megyei tiszti orvos által jogosultságot szerzett cédulás bábák tevékenysége a 20. század elején fokozatosan háttérbe szorult. Míg 1886-ban a Tolnavár megyében működő 240 szülésznő közül csupán 71 volt okleveles képesítésű, addig 1928-ra a vármegye területén működő valamennyi 247 bába okleveles képesítéssel rendelkezett. A Szekszárdi Tanintézet megszűnésével nem csak a környékbeli bábaképzés, de a tágabb körzet egy fontos és évtizedeken át jelentős szerepet betöltő egészségügyi intézményének története zárult le.